Üdvözöllek! Vizsgáljuk meg a 0-0 egyensúlyi pont stabilitását. A feladat. X pont egyenlő y mínusz x köb, y pont egyenlő mínusz x mínusz y köb. B feladat. X pont egyenlő mínusz 2y plusz x az ötödiken, y pont egyenlő x plusz y az ötödiken. Nézzük az alfeladat megoldását. Jelölje az x vektor az xy párt, az f kétváltozós függvény pedig legyen y mínusz x köb, mínusz x mínusz y köb. Ekkor az egyenletrendszer így írható fel. Legyen a Japunov függvény ax négyzet plusz by négyzet, ahol az a, b pozitív számok. Ekkor a V pozitív definit, hiszen csak is és kizárólag akkor tud nulla lenni, ha az X és az Y is nulla, egyébként pedig pozitív lesz az értéke. A V gradiens vektora pedig így írható fel. Ezért a V Japunov függvénynek az F függvényre vonatkozó deriváltja, ami nem más, mint a V gradiens vektor a skalárisan szorozva az F-fel, így írható fel. Koordinátánként kell szorozni és összeadni. Rendezzük. Válasszuk meg az A-t és a B-t úgy, hogy mind a kettő egy legyen. Ebben az esetben ez az XY-os kifejezés nem fog szerepelni. Ez volt a célunk, hogy ilyen vegyes XY-os kifejezésnek az együtthatója nulla legyen. Ebben az esetben tehát a Japunov függvénynek az F függvényre vonatkozó deriváltja az így írható fel. Ez pedig egy negatív definit függvény. Ezért az elmélet szerint az origó az globálisan, aszimptotikusan stabil pontja ennek a rendszernek. Próbáljuk meghatározni a rendszer első integráját, és ábrázoljuk a fázisképet az xy síkon. Ugye így nézett ki a rendszer, válasszuk szét a változókat. Feltesszük, hogy itt a nevezők sehol sem nullák. Ezt a rendszer kapjuk. Itt a jobb oldalak egyeznek, amiből következik, hogy akkor a bal oldalaknak is meg kell egyezni. Ezt kapjuk, vagy rendezés után ezt az alakot. Mivel az x meg y köböt, ha deriválom az y szerint, akkor az nem fog megegyezni azzal, hogyha az y minusz x köböt deriválom x-el. Ezért az egyenlet nem exakt. A tanult módszerek egyikével sem tudjuk exaktá tenni ezt az egyenletet, tehát nem tudjuk az első integrált felírni, meghatározni. Ettől függetlenül tudjuk ábrázolni az xy síkon a fázis görbéket, a fázis képet. A jobb oldali ábrán látható a fázis kép, itt pedig külön-külön meghatároztuk az xt és yt függvényeket. Látjuk, hogy elindulunk egy x0-y0 pontból, akkor hogy viselkedik ez a megoldás görbe. Szépen úgy is mondhatnám, hogy rátekeredik az origóra. Bárhonnan indulunk el, itt elindulunk, így jön, és így szépen rátekeredik. Amik innen jönnek, azok is tesznek egy kis kitérőt, és ezek is rátekerednek. A kezdőpontot pedig itt lehet a csúszkák segítségével változtatni. Tehát ennek az az értelmezése ennek az ábrának, hogy az x0y0 az nem más, mint az xy megoldások a nulla időpillanatban. Tehát bármilyen kezdeti értéket is választunk ehhez az egyenletrendszerhez,
a megoldás görbék tartanak az origóhoz, illetve hát külön-külön a nullához. Nézzük most a B feladat megoldását. Írjuk fel az F XY függvényt, és ekkor az eredeti egyenletrendszer X vesző egyenlő Fx alakban írható. Legyen a Lyapunov függvény AX négyzet plusz BY négyzet, ahol a B pozitív, ekkor a V pozitív definit, valamint a gradiens vektor így írható fel. Ezért a Lyapunov függvénynek az F függvényre vonatkozó deriváltja, ami tehát nem más, mint a V gradiens vektor a skalárisan szorozva az F vektorral, így írható fel. Válasszuk meg az A-t és a B-t úgy, hogy ez az XY-os tag eltűnjön, tehát ez az együttható nulla legyen. Legegyszerűbb választás A legyen 1, B pedig 2. Ebben az esetben tehát ez nulla lesz, a Lyapunov függvény deriváltja az F függvényre vonatkozóan pedig 2-szer X a hatodikon, meg 4-szer Y a hatodikon, ami viszont mindig pozitív kivéve az origóban. Tehát, akkor ez azt jelenti, hogy az eredeti rendszernek a 0-0, az origó, az egy instabil pontja. Próbáljuk meghatározni az első integrált, és ábrázoljuk a fázisképet az XY síkon. Válasszuk szét a változókat, tegyük fel az egyszerűség kedvéért, ugye, hogy tudunk ezekkel a mennyiségekkel osztani, ezek nem nullák. Mivel a jobb oldalak azonosak, ezért a bal oldalaknak is meg kell egyezniük. Amiből tehát ezt kapjuk, illetve rendezés után ezt az alakot sikerült előállítanunk. Nézzük meg, hogy ez exakt-e. Azt látjuk, hogy nem exakt. Az eddig tanult módszerek segítségével ezt az egyenletet nem tudjuk exaktá tenni. Az ábráját viszont, tehát megfelelő alkalmas numerikus technikák alkalmazásával el tudjuk készíteni. Azt látjuk, hogyha kiindulunk egy x0y0 pontból, akkor így szépen spirálozva egyre nagyobb spirálokat vesz fel, és egy idő után is szépen elszalad a végtelenbe. Tehát ez egyezik az előbb elméleti úton kapott eredménnyel.